Jó napot, jó napot, kedves nézőközönség! Én Matvarna vagyok! És ez itt lesz Fake Odin Panzers Phase 2 következő része! A legnagyobb, hogy emlékeztek, befejeztük a tengeri hadjáratot, ami igazából német-olasz. Ma pedig meg fogjuk kezdeni a szövetséges amerikai-brit hadjáratot. Úgyhogy vágjunk is bele! Itt végre nem kapituláló mobilok vannak. És kezdünk el Alamein-nél. Azzal egyébként körülbelül egy nap azután indul a hadjárat, hogy a tengeri hadjárat véget ért. Megint csak normál nehézségen játszunk, tehát vissza fogjuk adni az elpusztított egységeinket a tapasztalat nélkül. Úgyhogy kezdjük! 1942. november 1. Kedves anya és apa! Szeretnék elnézést kérni azért, ahogy szabadságom alatt viselkedtem. A fogság után igencsak rám kért a pihenés, és ahhoz is idő kellett, hogy feldolgozzam a történeteket. Az olasz, akiért elcseréltek, hivatásos tiszt. Megtisztelő ugyan, hogy mindkét oldal elfogadott vele egyenrangúnak, de nem enyhíti a lelki furdalást, amit sivatagi lágerekben maradt bajtársai miatt érzett. Az, hogy szabadságom alatt sem sikerült kivonnom magam a háborúból, fényesen bizonyította megszállottságnak is beillő érdeklődésemet az amerikai haditechnika iránt. Az új fegyverek beható ismerete életeket menthet a csatatéren, és némi szerencsével a német-afrika hadtestvesztét is közelebb hozza. Remélem, hogy háztáji ilyenként Wilson semmiben sem szenved hiány. Üzenem neki, hogy hajtson mindig a bal oldalon, és tartsa magát távol a hugomtól. Ez rád is vonatkozik, Paul. Muszáj befejeznem. Már is indulunk tovább. Ölellek mindhármatokkal. Jane. Hát, azután, hogy kapitulált egy háromszor akkora páncélos erővel, mint az én erőmeivel bekerítettem nagy idézőjelekben, nem is csodálom, hogy lelkiismeret furdalása van. Na de! Szokás szerint, aki erre kíváncsi, az olvassa végig. Oké, tehát be kell vennünk egy települést, amit a németek, azok ott a lázadók? Ja nem, az ott egy korona, na mindegy. Amit a németek páncélosokkal és 88-osokkal védenek, és közben meg kell védenünk egy ellátóbázist. Úgyhogy kezdjük! Játék? Na! Oké, a páncélosok elhagyják a falut, nem lesz itt semmi gond. Ó. Oh. Ott jobb oldalon láthatok egy páncélos, bal oldalt pedig egy kapituláló mobilt. Tetszik, hogy senki nem talál el senkit. Ó, ez de szépen volt szinkronizálva. Várjunk, hogy... Hogy lőnek ránk a beállított 88-osokból, amikor ők támadnak? Na mindegy, csak már nem láttam lehet a teherautót, ami odahozta volna. Annak az embernek a szemei. Rosszul állunk, uram. A németek mindent bedobnak. Ha nem kapjuk meg a kért erősítést, sosem törünk át. Örülhetünk, ha egyáltalán életben maradunk. Egyetértek. Mit mond a főhadiszállás az erősítésről? Hogy az Alamein-i harcvonal egész hosszában szükség lenne rá. A németek egyenlőre tartják magukat. Hagyjuk a porhintést, Hutchinson. Lesz utánpótlás és légi fedezet, vagy sem? Sajnálom, uram, a bejövő üzenetek felét se értjük a vételi zavarok miatt. Ha minden igaz, napkeltéig csak magunkra számíthatunk. Addig se húzzuk ki, ha így folytatjuk a fenébe is. Támadás lefújva. Trombitálja össze a fiúkat és irány a magaslat. Ott vetjük meg a lábunkat, amíg az erősítésre várunk. Indulás! Ha mi támadtunk, akkor... Akkor miért mi voltunk a homokzsákok mögött a beásott tankárító ágyukkal, és miért a németek jöttek felénk? Szerintem azon nem tudják, hogy működik a támadás, de ő végre nem a sapkájával nézi a távcsövet. Szóval haladunk. Ja, mi vagyunk egyébként beásott homokzsákok mögött, és németek rohantak ki egy faluból, de mindegy. Na. Oké. Okay. Tehát itt van egy rakásegységünk, ami német támadás alatt áll. Ezennek itt, ahogy elnézem, nincs sok esélyük. Jó. Van vonható kocsink? Nincs. Jó. Hátrébb kell vonnunk a tankárító ágyóinkat. A gyalogságot feláldozhatónak tekintjük, azt hiszem. Jó, nem egészen. Azt a gyalogságot, ami nem tud csinálni semmit a páncélosok. Te gyere vissza, itt volt egy üres tank. Na várjunk, milyen gyalogságon van itt? Igen, hallottam, hogy jön egy stuka. Van itt még, nincs tett harckosi személyzetem, jó. A maradék gyalogsággal maradunk tartani a vonalat. A géppuskásokkal, lövészekkel, ilyenekkel eljövünk, mert ők úgysem mennek semmire a páncélosok ellen. De a rakétavetősök maradhatnak, az oknevetősöket elhozzuk azért.
Na, menekülés, fiúk! Oh fuck, az eltalált. Oké. Van itt valami? Titkos küldetésre emlékeztető készítmény? Úgy látom, nincs igazán jobb. Oké, ezt azokat a rangstrósokat ott felejtettem, azt hiszem derekasan. Na mindegy. Tehát az összes, hogy is hívjákunkat szétlőtték. Az összes... tankárit vágyunkat, amivel vissza akartunk vonulni. De se baj. Jó, remek. A sérült tankokat, úgy érted ezt az egyet? Ó, ott van még egy, oké. Pattanj ki ebből a felderítő kocsiból, mert ezenek nincs sok értelme, és pattanj be abba. Megjavítjuk ezeket mindjárt. Egyet-kettőt ott hagyunk elől. Gyuárból azért kiveszünk. Egyet-kettőt ott hagyunk elől, hogy lássuk az ellenséget konkrétan, és könnyebben tudjunk lőni a tankárító ágyukkal. De egyébként... elfoglaljuk ezeket a Crusader-öket, és javítjuk őket. Úristen, de fájdalmasan britek vagytok. Túl brittek! Na, támadnak az olaszok. Fiúk, megmenekültünk! Na jó, azok a lángok egy kicsit messze vannak tőlem. Előre ezt a Matildát, mert ezt már megjavították. De lőj arra a Flammen Panzerre. Ami panzereli a Flammeneket. Ja, az ott üres, oké. Jó, a személyzeteket közben lövik a mi páncélosaink. Tüzet nyis arra a Panzer 4-esre. Panzer 3-as, ami ezt életi, ez egy 3-as. Oh fuck! Tüzetség jegyül erre a Crusader-re. Menekülj, 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 javíts, javíts, javíts! Fuck, kilőtték. Jó, pattanj be abba a felderítőbe akkor. Jó. Ami azt illeti, ti ketten takarodjatok föl a bázishoz, és az majd megjavít. Ó, ezekkel tudtam volna mondani az ágyukat. Mondjuk rögtön szétbombázták őket, ki se értem volna velük addig. Jó, az egy bizony egyes. Jó, ezt arra lőttük. Egyébként a németek megtámadnának, simán nyernének, de nem támadnak. Ez a megfelelő annak, amikor a karatézós filmekben mindig egyszerre jönnek az ellenségek. Na. Ti előre, ti egy kicsit mögéjük. Mennyivel nagyobb egyébként ennek a hatótáva, mint egy tanknak? Ahogy elnézem, semmivel. Hát az jó, akkor nagyon jó tankárító vágyunk, mint nem mondjak. Na mindegy. Jó, mennyi két tüzérséggel álljunk, ezek meddig tudnak előni, nem túl messzire, oké. Okay. Kicsit hátrébb jövünk. Úristen, muszáj ennyire britnek lennetek? Kicsit hátrébb hozzuk a páncélosainkat, hátrébb hozzuk a tankállító ágyóinkat is. Túl brit. És onnan tűz alatt tudjuk tartani az ellenséget. A tüzérségünkkel is. Jaj! Jönkék, jaj! Ó, já! Légi támogatással biztos sokra fogok menni légelhárító ágyuk ellen, de köszi azért a gesztust. Na! Oké, Shermanok, végre! És akkoriban még jók voltak egyébként a Shermanok, és aránylag korszerűek. Nem tudom, mi van itt, de kérek rá egy zónobombázót. Ajjaj, jönnek a németek! Zónobombázót, gyerünk, gyerünk, gyerünk! Oké, páncélosok előre! Patanyadok be abba a Stuartba. Kimenekültek. Kijönnek közben az amerikai tankjaink. Meg tudjuk közelíteni az ellenséget. Eljük intézni a páncélosokat itt távol a 88-as ágyuktól. Ó, azok ott megkerülnek minket, az ott, jó, az úgy derék, oké, fordulj. Shermanok azért páncélosokkal el fognak bírni. Jó, azt a célt lőtték, menekülj.
Itt vannak a sárbanyjaink, szétlődni azt a négyest. Hozzatok le azt az ágyút, ugye nem tudjátok, azt mondani kéne. What the f... Te mit csinálsz ott? Oh, itt van még egy Crusader 2 is, ami azt illeti. Kergessétek azt a szerencsétlent, akkor már itt vagytok. Személyzet. Ide. Ez a személyzet. Ide. Az egyik sárban szétlőtték. Van itt egy üres felderítőkocsi. Ja, ti közben előre mentek és levitek őket egyébként. Az egyik legénységben egyébként kiégett a Flammenpanzer. Ja, az egyik személyzetünket szétlőtték, amit átküldünk a szédörök felé. Na mindegy. Shermannak igencsak lövi az oldalán néhány Panzer 3-as. Fordul. Javítókocsi előre. Szintén előre toljuk a két ágyút. Oké, tűz azokra ott. Ez egész durva küldelés azért elsőnek. Ja, itt közben van még három tankom, oké, őket is idehozzuk. Ezek jó sokan vannak, mit ne mondjak. Mi a büdös? Ja, hogy ennek van egy lyuk a hátulján. Matabarna 2016. Na mindegy, el is felejtettem, hogy ők egyébként itt vannak. Fuck, azt ott szétlőtték. Panzer 4-es F2-k, ha jól látom. Oké, előre. Jönnek a sármanjaink. Lehozzuk azokat onnan fentről. Azért könyörgöm, mennyi bombázót nem kaptam, játék. Tűz arra ott, mert a másikra nyitunk bombázót. Örülök, hogy rájöttél, hogy onnan nem tudod meglőni. Be abba ott. Be abba a Crusaderbe, tehát ezt a Crusadert hoz fel ide, ahol meg tudják javítani. És nem nyújja le a Matildától a javítókocsit. Szétlőni azt ott. Így rögtön lövettek arra is, mert az ott mindjárt elpusztó. Oh shit, shit. Most sikerült visszavonulnom. Vegye birtokba a falut. Hát ez nagyon könnyű mondani, barátocskáim. Na mindegy. Ormákabban egy ember maradt életben. Fussatok át ti. Jó. Ez az megint csak egy F2. Aztán ezek az F2-esek egyébként. Jó. Imádom, hogy ő Panzers 2-ben sem tud az automatán pakolni. Sem tudja az automatán pakolni a lőszert. Mindegy, ezt a kettőt felhozzuk Tindra bázishoz, megjavítjuk őket. Itt nem volt még egy Crusader, amit felküldtem ide? Na mindegy, lehet, hogy szétlőtték. Na, szétlőttük azt a viszont. Még nem egészen, de most szétlőjük azt a viszont. És ti is gyertek fel ez a rohadt fürdi szálláshoz. Lehet, hogy oda kellett volna inkább egyszerűen felvonulnom mindenféle és nem a hegylábánál harcolni. Csak hát ez logikusnak tűn, de... néha játék leszarja a logikát. Jó, az ott egy pak. Hogy megválaszoljam nagyon brit kérdésedet. Nem csak azért küldtem ide, hogy bombázom viszont. Aha, oké, ott már nincs 88-as, azt ezek szerint eltaláltuk, mert arra nem tudtam figyelni egyébként, amikor küldtük. De ugyebár küldtünk az előbb egy bombázót. Megjavítjuk a javítókocsit a fürdi szállásunkról. Az épületről. Na. Voltak itt aknakeresős gyalogosok. Oh, itt van egy rakás személyzet, nice. Ezekről nem tudtam. Kevesebb páncélos kellett volna elhagynom, pattanjatok be ebbe a Stuartba, barátocskáim. Na mindegy. Ahogy itt visszavonultam, nem futottam aknákba. Csak arra tudok gondolni, hogy van valami titkos küldelés a pályán, amihez kaptam ezeket a páncél aknakereső gyalogosokat. Fuck, ez a kicsit többen van, amit számítottam vissza. Matilda tartja addig a vonalat, többieket pedig lehozzuk. Maradt egy Shermanunk, nice. Here we go, lads. What's up?
Igen, az épületnek is mozgásparancsot adtam, ne kerüljelezd meg. Kövesd a parancsot, gyere épület! A ház nem megy Mohamedhez. Na. Akkor a házat kivégezzük Isten tagadásért. Na, gyerünk, gyerünk. Ti. Fuck! Ó, azt ott nem zavarja, hogy lőjük. Oké, az se zavarja. Jó, azok ilyen pacifista páncélosok, úgy látszik. Á, most már izé, most feladta a pacifizmust. Vagy Allergy nem jött rá, hogy valami lövi, amikor elkezdték lőni. Nem tudta létrehozni a fejében ezt a kapcsolatot, hogy lőnek rám, akkor valami lő. Na, gyalogos barátocskány, mi jött Zorolt, felderítjük, hogy semmit itt kiküldem, óvatlanul az aknára futna. Szerintem itt lesz egy titkos küldelés, hogyha van titkos... Igen, van egy titkos küldelés a pályán. És ha az egész pályát bejártuk, az itt lesz ebben az esetben. Lehet, hogy megtaláljuk Mustafát, nekünk is kémkedik. Még mindig a legjobb karakter a játékban. Jó, az ott egy német géppuskás pozíció, az ott egy Panzerfaust. Nem, az egy gép, az egy puska csak, jó. Ti vonuljatok vissza. Ödre! Hans von Langenberget ott szétlőjük. Na. Itt látok itt ellenséget. Úgy néz ki, tényleg mindig, hogy lenne egy ellenség, nem? Na mindegy. Tényleg bedobunk egy nagy egyes csoportba, ők lesznek a páncélos ökrünk, elők előre jövünk eddig. Nem lesz gondunk aknákkal, mert erre vonultunk vissza. Na jó, az soká fog tartani. Gyere ide! Nézzük meg, hogy mi van itt, hogyha van itt valami. Ó, oh, valami kilőtt minket. What? Ó, oh, itt volt zakna, fák. Jó, erre. Mert a páncélosokat általában egyébként a gyakna nem tudja kinyírni. Csak egyébként te patanj be ebbe a Shermanba. Csak, ami azt jelenti inkább Matildába. Csak megbénítja a... Hogy is hívják őket, a lánctalpukat. Na. A gyalogságunk alanyiben van pár személyzet, de mindegy. Velük is megindulunk erre. Na mi van itt? Az ott egy koponya, jól látom. Oké, okay. Semmi különös, csak a szokásos. Itt van valami érdemes, amit van valami értelmes, amit aknákkal kéne védeni? Úgy látom nincs. Be tudunk menni ebbe az egyik házba? Be tudunk menni az egyik házba. Oké, okay, a bungalót lefoglaltuk a nép nevében. He. Nincs semmi. Akkor itt lesz a titkos küldetés, vagy nem tudom. Fuck, 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 fuck! Márint pak 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 pak! Na mindegy, elcsaltunk egy tankállító ágyúta, ahogy elnézem. Jó, látok el, erre jövünk el. Páncélosokkal megindulunk előre. Aknavetősök. Szerencsére igazam volt, és tényleg csak aknavetősök, és nem két tüzérségi ágyú ült egyszerre. Rakd össze a stewardot, gyerünk, gyerünk, gyerünk! Tetszik, hogy mindenki arra a Stuart-ra céloz, az végül is a legmagasabb prioritási célpont. Szédülni a lángszórósaim, mert megint kipörköli az egyik személyzetemet. Amúgy is könnyű célpont. Jó, hát vagy a felderítőkos, vagy a Stuart-ot szétlevik most. Jó. Barátocskáim, erre, megbírják kilőni azt a tankállító ágyút. Tűz először oda! Szétlőjük azt a hármast. Ezzel a hárommal elkezdünk lőni a tankállító ágyra, mert úgy látszik, hogy a gyalogság nem tudja magát átvágni oda. Ó, egy német lövészegységgel vannak tűzharcban. Tűzharc eléggé liberális értelmezése, mert ha jól látom, egyébként az emberei nem lőttek vissza. Gyerünk. Újabb páncer 4-es. Nem tudom, mi lett a titkos küldetés. Nincs itt semmi. Jó, egy kicsit előre, itt jelentős mennyiségű ellenséges gyalogság van. Van köztük rakétavetős, remélem szétlőtték őket. Nem, úgy látszik nem, valaki. Jó, hogy a házban vannak, szétlőni a házat. Á, ott vannak, kijöttek. Oké, okay, szétlőttük őket.
kiüvöltött a fülembe. Na mindegy. Rázós menet volt. Az egy Firefly. A Masina viszont megjárja, szavam. Nem, nem az. Méretes szerszáma van és keményen használja is. Szép munka. Köszönjük, Barnes. Nem akarom tudni, hogy hol használod keményen a méretes szerszámodat. Nyertünk? Ó, oh, nyertünk. Nem tudom, mi a titkos küldetés. Jó, viszont én amondom vagyok, hogy ez már elég is volt Barnes méretes szerszámaiból. Úgyhogy ez volt immáron a Barna. Ez volt immáron a Let's Play Codename Panzers Phase 2. Immáron a szövetségesekkel. És találkozunk a legközelebb, amikor talán Barnes mellé elkapjuk Wilsont is, hogy egy kicsit itt korlátozza a homoerotikát. Lehet, hogy az lett volna titkos küldetés, hogy ezt vegyem be először? Nem tudom. Addig is a viszontlátásra!